Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit Paksról, ahol pontosan egy perc múlva megkezdődik a két csapat számára a szezon utolsó mérkőzése. Itt ma el kell, hogy dőljön, hogy melyik gárda végez a bajnoki tabella harmadik, illetve negyedik helyén, és hogy melyik csapat játékosainak nyakába akasztják a bronzérmet. Egy-egyre áll a párharc. A múlt héten itt az Asse nyert remek távoli dobó formával, aztán odahaza a Körmend remek játékkal, 102 pontot dobva, közönség szórakoztató mérkőzésen köszönt el a hazai pályától, a hazai közönségtől. Tele a vendégszektor, 40-50 ember biztosan van a körmendi oldalon, a körmendi szektorban, ahova a vendégcsapat drukkereit fogadják. És mi is itt vagyunk a kameraálláson, és talán már az internetről értesültek róla sokan, de hadd mondjam el, a körmendi csapat két szakvezetője, Hencsei Tamás és Teo Csizmics dobta össze a mai közvetítés és az utazás költségét, ami egy nagyon nagy lelkű felajánlás. Hencsei Tamás mondta, hogy ő mindenképpen beszáll az útba, felajánlott egy bizonyos összeget, és utána Teo Csizmicssel beszélgettek még tegnap reggel Körmenden, kint az egyik teraszon, a városközpontban is. Elmondta Hencsei Tamás Teo Csizmicsnek, hogy ő milyen felajánlást tett, azt mondta Teo Csizmics, hát akkor fizessük ki mi az egészet, a teljes költséget, és így is tettek. Nagyon szépen köszönjük, szép felajánlás volt. No, nézzük a kezdőtösöket. Körmendi részről az öt idegen légiós, Trey McKinney, John szokásos pohásza még ott lent a pálya szélén, a képen nem látszik, a többiek már ott vannak. Paksiaknál Tóth Ádám, Medve Máté, Eilingsfeld János, Troy Barnes és a kapitány Kovács Ákos. Eilingsfeld János ugye Körmenden nem tudott sokat játszani, mert a derekával bajlódik. Azt mondta, megpróbálja összeszedni, összedrótozni magát. Ráadásul, ahogy elmondta nekem, még a bokája is az előző itteni paksi meccsen is megsérült, ha jól értettem, vagy jól emlékszem arra, amit mondott. Ennek ellenére ismerjük őt, tudjuk, hogy kemény fából faragták, és ott van a kezdőötösben. A kérdés az, hogy mennyit tud vállalni majd. És ugye sérült Chris Dunn is a paksiaknál, valamennyit biztos, hogy ő is fog tudni játszani. Körmendi oldalon kezd javulni a felrepett szemöldöke Tóth Norbertnek, és megszerzi a labdát a Körmend Tóth Ádámtól. Trey McKinney Jones, Dickerson kapja, és ő szerzi az első körmendi pontot. Tóth Ádám törbe, kipasszolja Barnesnak, ő nagyon jól dobott Körmenden. Igazából az egyetlen igazán jól célzó paksi játékos volt, de azért Vil Tamás is betalált párszor. McKinney Jones megint megtalálja labdával, Dickerson 0-4. Barnes, Eilingsfeld, Medve. Két tábor hangját hallani most, Barnes. Trey McKinney Jones elteli, jó ütemben szabályosan foglalt el a pozíciót Barnes, tovább Medve, Medve Máté törbe és a lepattanó Dickersoné, Petty kapja. Petty elvállalja a triplát, és bent van. 0-7, és még másfél perc sem telt el. Dunker fogta meg Tóth Ádámot, övé az első hiba a találkozón. Farkas Gábor, Frányó Péter és Minár László a három játékvezető, Fajd Mihály szövetség ellenőre. Schmidt Béla, a vezetőedzője a hazai csapatnak, Morgan Frigyes segíti a munkáját. A másik oldalon említettem már a szakvezetőket, Teo Csizmics és Hencsei Tamás. Kovács Ákos maradott tisztán, hármasra is összezi az első paksi kosarat egy triplával mindjárt. Ő meg az első meccsen lőtte be magát alaposan itt Pakson. 3-7. Channels táborról, ő is bedobja a hármas. 3-10. Barnes, Eilingsfeld, Medve, Kovács, Eilingsfeld, Medve távolról, az ő triplája nem jó, és a lepattanó Channelsé, Tóth Ádám faltól.
Tao Csizmics elmondta már a körmendi mérkőzés előtt, hogy amennyiben lesz harmadik meccs, akkor mindenképpen egy nappal előbb elindul a csapat a sorsdöntő találkozóra. Így is tettek, a körmendiek tegnap délután indultak el egy déli edzés után. Tolnán szálltak meg, este is volt egy megbeszélés, egy meeting, ma is volt egy, és utána jöttek Paksra. Kimaradt Dunker triplája, Kovács 3-10-nél a harmadik percben. Tóth Ádám fordul be, lepattant róla Trey McKinney Jones, akit visszahív a játékvezető, és figyelmezteti, hogy következő rájátszásnál, mármint hogy rájátszik egy esetre, akkor technikait fog kapni. 5-10. Dunkery lepattanó, nem? Channels harcol érte, és meg is szerzi. Kipasszolja McKinney Jonesnak, Dunker a sarokban, Petty kapja. Van még 8 másodperc. Petty eladja a labdát, medve indulhat meg. Barnes kapja túloldalon. Ellings fel távolról, nem jó, és lepattanott Channelsért. Channels. McKinney Jones kapja távoli dobásra, és bent a tripla. A harmadik körmendi hármas 5-13 a negyedik percben. Petty Falton. Ellingsfeld kap egy szép labdát, és váltja duplára, 7-13. Dickerson teszi föl, lépési van. Kovács, Ellingsfeld megint a gyűrű alatt. Teo Csizmics tárja szét a karját, hogy ez mi fiúk, hát azért jobban kéne ott védekezni. 9-13, Petty. McKinney Jones. Az ötödik percben járunk már. Dunker. Befordul és egy duplát szerez Josh Dunker. 26 pontot szerzett odahaza vasárnap. Remekül játszotta meg a centereket akkor a körmend. Dickerson és Dunker szerezte az első két negyedben a pontok túlnyomó részét. Tóth Ádám távolról mellélő. McKinney Jonesé 9-15. Ő is elvállalja a távolról. Ez lejön. Petty a lepattanó. Gyönyörű szépen csinálta Peris Petty. 5 pontos. Nagy kedvel és jó játékkal nyit a körmend. 9-17-nél paksi idő. Vendégoldalon egyelőre nincs csere. 9-17, tehát a hatodik perc is megkezdődött már. Medve. Kovács. Ellingsfeld, Medve Máté kapja. Channel szért oda. Barnes szépen látta meg a részt, és be is húzta. Jól zárt neki Watkins. 11-17, Petty. McKinney Jones. Dickerson lép be megint, és már a harmadik dupláját szerzi a gyűrű alól. 11-19. Kovács. Barnes. Vissza Kovácstól, Barneshoz.
pozíciót próbál fogni Barnes, és egy faltot csikar ki. McKinney Jones-é a hiba. Ez már a harmadik körmendi csapat hiba. Paksi oldalon egyelőre egy van. Harmadik pontját szerzi Barnes. 4 perc, 11 másodperc van még hátra. Ez is bent van. 13-19. 4 pontos Barnes. Channels. Peti, Kovács Ákos próbálja ellopni a labdát, nem sikerült neki, de aztán együttes erővel igen. Channels, ő megszerzi. Dickerson most távolról, onnan is betalál. 9 pontos már Dickerson. 13-22, medve. A 7. percben járunk. Medve, Ellingsfeld. Kovács. De megy a résbe, Peti labdát szerezne, befújja a játékvezető faltnak. Will Tamás áll be Medve Máté helyére. Watkins. Kovács. Lépés hiba. Már-már azt hitték a körmendiek, hogy faltot fújnak megint Peti ellen. Oldalról jött a vendégcsapat. McKinney Jones távolról. Ez is bent van Chon nélkül. 6 pontos McKinney Jones. 13-25. Az első negyedben is van még. 3 perc, 10 másodperc. Kovács. Egyelőre robog a Körmendi Express. Jön Will Tamás, ahogy azt tőle megszokhattuk. Triplával válaszol. 16-25. Ellingsfeld. Channels tört be. Kovács állította meg. Szabálytalanul. Kevesebb, mint 3 perc, 16-25-nél. Peti, jön majd lakossa a körmenben. Dickerson kipasszolja McKinney Jonesnak. Megint jön a tripla, ezúttal rövid, de visszaszerzi saját lepattanóját McKinney Jones. Peti. Beviszi a sűrűbe, de elpasszolja. Aztán Channels kapja vissza, de nem jó a dobás. Ellingsfeld, Kovács. Kettő 25 még az első negyedből. Kovács, Barnes. McKinney Jones szállította meg megint jól. Kovács. Ellingsfeld vállalja el. Kicsit rövid, és a lepattanó Watkins-é, hogy az lenni szokott, ha ott van a gyűrű közelében. Kovács lendületből, nem jó a hármas. Dunkery. McKinney Joneshoz passzol. Van még 2 perc. McKinney Jones elrontotta. Watkins teszi tovább. Barnes. Ellingsfeld. Ez bent van. 6 pontos Ellingsfeld. 18-25. Peti. Láb. És most jön Lakosa Zsolt Peti helyére. Melegít Ferenc és melegít Tóth Norbert is. Channels kapja. 18-25, másfél perc még az első negyedből. Jó volt látni, hogy a meccs előtt optimista arcokat láttam, optimista véleményeket hallottam a körmendi kispad és az öltöző környékén kiperdő Dickerson hármasa. A kezdés ennek megfelelő, de sok van még hátra. Lakossáé a falt.
és akkor dobhat kettőt Will Tamás, mert ez már az ötödik csapat hiba. Egy pici szerencsével, de bent van az első büntető, jön a második. Öt pontos Will, 20-25. McKinney Jones, Lakosa. Elég kemény falt volt Barnes-tól, belefér még. És még egy is, ez a harmadik paksi csapathiba. Van még kerek egy perc a negyedből. Anton Channels, nem ő kapja, hátul McKinney Jones, Dickerson. Elvállalja Dickerson, rövid a tripla, nincs körmendi játékos a pattanóért. 20-25. 13-22-ről, 13-25-ről felzárkózott a Paks. Kovács, és ebben nagy része volt Will Tamásnak, Ellingsfeld. Will kapja megint, Barnes-ben pozícióban. Channels kapja a hibát. Most Barnes dobhat kettőt. Bent van mind a kettő, 6 pontos Barnes, 22-25, már csak 3 pont van közte, 9-0-át rohan most a Paks. Channels. Channels viszi végig, és be is dobja. 5 pontos. Viszont 2-27, még 12 másodperc, Barnes. Végig támadhatja az Ashe Watkins, hívja föl egy blokkra, de megy a résbe. Barnes feldönti, Channels elengedik a játékvezetőt. Így 24-27 az első negyed után. És akkor a folytatás, az Aegis Körmend kezdheti a második negyedbe, beállt Ferenc Csaba és Tóth Norbert is. Dickerson és Dunker is ül. Channels. Lakosa. Jött a másik fal. Channels kapja. Ferenc, Channels, McKinney Jones. Ferenc már a túloldalon, McKinney Jones. Channels nem adja a sarokba Lakosának, eldobja, nem jó. És a lepattanó Will Tamásé. Kovács. Ellingsfeld. Barnes mutatja Willnek, hogy fusson át. Barnes egy blokkal próbált segíteni Kovácsnak, és meg lesz a labda. Megtartja Barnes. És be is dobja. 10 pontos már Barnes, 26-27. Ez nem jó. Kovács. És már a vezetésért támad a Paks, Lakos a falton. Will. Watkins mutatja magát. Kovács kapja.
Watkins lép be jó ütemben és elrontja. Csanasz kapja Tóth Norbertől. Tóth Norbert nem tudta megkapni a labdát. Jöhet a Paks az alapvonalról, jön vissza Pat és Dickerson. McKinney Jones megy le. És Csanasz. Jön Tóth Ádám a paksiaknál. 26-27, a második percben járunk, a második negyedben. Kovács. Tóth Ádám. Tóth Norbert szerzi meg a labdát. És rossz helyre passzol. Barnes. Között az asszem. 28-27. Pedig nagyot küzdött a labdáért Tóth Norbert. Peti. Ferenc. Tóth Norbert. Lakossának hátra. És bent a tripla. Tóth Ádám is elrontja a közelit. Peti. Lekapcsolódnak a lámpák, és jön egy fal. Cserét kér Barnes. Némi tanakodás, hogy mi legyen. Elég-e a fény a játékhoz. Alexander Fomin áll be, Elingszad János helyére. Egyelőre áll a játék. Felfüggesztett reflektorok nem világítanak, csak a csarnok tetején egészen magasan lévő lámpák világítanak, és egy kis kényszerszünet következik. Úgy tűnik megegyeztek a csapatok, Fajd Mihály, mint szövetségi ellenőr is próbált közvetíteni. Azt mondták a csapatok, hogy rendben van, ennyi fénynél is folytatjuk a játékot, hadd menjen, játszunk. Tehát folytatódik a mérkőzés. Peti, Lakosa, 28-30, tehát az állás. A második negyed, harmadik percében járunk. Peti a lepattan, aki inkább kihozza a labdát. Még mindig a paksiak sűrűjében, Dickerson. Paksi fal, Tóth Ádám. Jön vissza McKinney Jones, Lakossát váltja. Ferenc. Peti. Peti lövi el a hármas, nem jó. Fominé a lepattanó. Jól zárt ki. A légiós. Kovács. Tóth Norbert majdnem elcsípte, de Tóth Ádám bedobja. 30-30. Peti. Ellövi, de mellé. Tóth Norbert megszerzi a lepattanót. McKinney Johnson nem dobja el. Hátra Pettihez. Dickerson. Elindul az alapvonal felé, és bedobja. 11 pontos Cole Dickerson. Szépen dolgozik a gyűrű közelében. Kovács 30-32. Támadó hiba. Peti maradott a földön. Tóth Ádám segíti fel. Tóth Ádám harmadik hibája volt, ez jön vissza Watkins. 30-32, van még 6,5 perc a fél időből. McKinney Jones a labdával.
Szépen megy be, és Fomi mellett felteszi, de nem jól. Lepattanó Watkinsé. És egy falt. Tóth Norbert kap személyi hibát. Rányó Péter tessék el jelolnan Tóth Norbertet. Lill Tamás dobhatja be 30-32-nél. Kovács. Volt néhány könnyelmű módon befejezett támadás Körmendi részről. Rányó Péter azt mutatja, hogy a Körmendi labdadát Körmendi kézről ment ki. Aztán helyesbít is az ítéletet. Jöhet a Paks. Szóval volt néhány kicsit könnyelműben befejezett Körmendi támadása az előny birtokában, és több se kellett a paksiaknak. Medve, Kovács, nem volt jó a passz, de elcsípte még a vonal előtt. Watkins felé, ez már tényleg nem jó. Ferenc lódul meg, Medve üti ki. És tarolja Medve Máté a reklámtáblát. És Ferenc Csaba kap személyi hibát, te jó ég! Te jó ég! Lökésért. 30-32, beáll Barnes, és visszaáll Channels. Kovács, Fomin. Vissza Kovácshoz. Medve. Fomin kapja. Fomin fordul be, nem jó. A pöci sem jó. Támadásban marad az Ase. Medve. Watkins és Tóth Norbert kapnak együttes faltot. Watkinsnak az első, Tóth Norbertnek a második. Kovács. Fomin. Barnes. Kovács ellövi. Rövid a hármas, Channels-i a lepattanó. Másik oldalról jön Medve. McKinney Jones megszerzi és bedobja. És még egy falt Lopos Ermelé. 8 pontos McKinney Jones. ...30-34, 5 perc, 15 másodperc még. Bent van a plusz egy is, 9 pontos McKinney Jones, 30-36, 35, bocsánat. Watkins, jó a kettes. 32-35, Channels. Petty, Channels. Vissza Pettyhez. McKinney Jones a túloldalon, nem jó. Tóth Norbert, megmentette még McKinney Jones. Channels törbe. Watkins blokkol, van még 2 másodperc. Moncsei Tamás mond valamit, időt kér a Körmend. Szólt Csizmicsnek, hogy még nem kért időt a Körmend, most van rá lehetőség. Kettő másodperc, tehát a támadó időből sikerül-e pontokra váltani. Nem jó. Channels nem volt ott a sarokban, nem sikerül. De hogy futott le a támadó idő, azt nem tudom. Nem ért hozzá senki a labdához. A dolog lényegén nem változtat, jöhet az aset, csak
miért indult el az óra. Jön vissza Ellingsfeld, majd Fomin helyére a paksiaknál. Na nézzük, Kovács. Ellingsfeld, medve. Barnes, Watkins. Megpróbálja betolni Dickersont, aki kap egy faltot. Jó, úgy érzem, hogy egy kicsit könnyebben szól a síp a körmendiek ellen, de már nem is nagyon merek ilyet mondani. Lakosa váltja Pettit. Watkins bedobja az elsőt. A második lejön, és a labda. Watkins húzza vissza Channels-höz, és medve üti be a taktikai faltot azonnal. Úgy, ahogy azt tanítják. Channels dobhat. És bent van. A második körmendi büntető volt ez. McKinney Jonesnak volt egy plusz egyes büntetője. 7 pontos Wesley Channels. Jön Dunker. Lemegy Tóth Norbert. Aki ugye repett szemöldökkel a pályán, és visszatért a második félidőben is már vasárnap. Kemény fából faragták Tóth Norbit. Medve, 33-37-nél van, valamivel több, mint 4 perc még az első félidőből. Barnes 4 ponttal vezet az Aegis körben. Barnes lövi el a hármas, nem jó, a lepattanó lakosáé. Megtalálja Csenna azt a labdával. Dickerson. McKinney Jones kapja a feladást, de elcsúszott, így nem tudta egyből behúzni Lakosa távolról. Rövid. Dunker lepattanó Lakosa, McKinney Jones. Vissza Lakosához, ő sem dobja el. Dunker, ő sem. Lakosa, van még 6 másodperc. Dickerson, ő elvállalja, rövid. Ellingsfeldé a labda, medve. Marad a 33-37, Kovács. Ellingsfeld, Barnes, Ellingsfeld vállalja el a hármas, nem jó, Dunker szerzi meg a lepattanót. Channels szaporázza, nem viszi rá a medvére. 3 perc sincs már hátra a fél időből. Channels most beviszi Watkins mellett és be is dobja. Kérdően néz a játékvezetőre. 33-39, paksi idő. Bill Tamás újra pályán a paksiaknál. Barnes kapja a labdát. Letámad most a körmen. Barnes lassítani igyekeztek a vendégek a hazai labda felhozatát. 15 másodperc még a támad időből. Barnes. Kovács. Nem dobja el. Neki fut Lakossának. Barnes kilépett. Jöhet a körmen. Kettő és fél perc még a fél időből. Channels. McKinney Jones messziről elvállalja, de nem jó. Ezek azok a dolgok, amiket nem igazán értek, és tessék, itt van belőle a könnyű kosár.
ezek a vállalások, ezek nem igazán szolgálják a csapat érdekét, mert nem sürgette az idő a körmendet, hogy 9 méterről dobjon hármast. Persze a belsők gyönyörű szép, azzal nincsen baj. 35-39, McKinney Jones. Chenals. Dunker kap egy remek labdát, és harcol ki egy faltot és kettő dobást. Watkins második hibája. Lejön az első büntető. És a második is kijön. Watkins marad a 35-39. Henningsfeld. Watkins adja oda Kovácsnak. Henningsfeld. Will. Nem jó a hármasa. Dunkery, Channels. Hoi, nem jó Dickersonnak. Alapról jöhet. A körment, Channels dobja be. Jön Fomin a paksiaknál. Aztán még sincs csere, visszamegy. Visszamegy Fomin. Jön Ferenc Csaba. Trey McKinney Jones helyére. És akkor mégis csak megy Fomin. Aztán mondja Schmidt Béla, hogy maradj itt, kérd újra majd a cserét. Ferencnek ez nem volt jó. Eladta a labdát a körment. Barnes. Ezek a hibák egy utolsó meccsen nem biztos, hogy beleférnek. Barnes elrontja, Ferenc üti ki. És már jön is vissza Ellingsfeld. És ha jól látom, időkérés készül, igen, körmendi részről. Channels, Lakosa, Ferenc, Dickerson és Dunker a körmentben. Barnes, Ellingsfeld, Watkins, Will és Kovács a paksban. Van még 1 perc, 20 másodperc, 35-39-nél. Kovács trükkösen dobja be, aztán a gyűrűbe is bedobja. Ez már nagy trükk nem kellett. 37-39, Channels. Lakosa, Channels. Ferenc indul el, Channels mutatta a figurát. Dickerson kapja hármasra, de rövid, látszott, hogy nagyon lapos a dobás. Kovács. Ellingsfeld. Kovács nagyon tisztán ott marad, de nem jó hármasa. És Ferenc odaüti Watkinsnak, és Watkins bedobja. Egyenlít az asse, 39-39, van még 35 másodperc. Channels, Lakosa. Támadásban kellene egy kicsit több koncentráció. Hova adta megint Channels? Will? Hát a körment hozza fel a paksot ezekkel a hibákkal. Kovács bedobja. 7 pontos. Vezet a paks, van még 20 másodperc. Channels. Még 15. 41-39. Nem értem. Ilyen jó kezdés után, hogy lehet ilyen könnyen segíteni, följönni az ellenfélnek? Channels. Elővi a hármast, és nem megy be természetesen, és jöhetne a paks, de vége a fél időnek, vezet az ase. Hát nem sokszor vezetett a paks, de a fél időben igen, 41-39, innen folytatjuk.